gyakorlatilag szerintem a legnagyobb tömeget ma ti mozgattátok meg Rékával. Milyen érzés ennyi ember előtt zenélni? Bár gondolom azért nagy tapasztalatod van ebbe. Nagyon más egyébként, mint amikor az ember diszkót csinál itt, miután az órát tartja a Réka, egyébként is miatt jönnek, én abszolút csak alárendelt szerepet játszom ebben. Szóval, hogy az emberek, akik eljönnek, miatta jönnek többnyire, és végig akarják csinálni az órát. Tehát én akármilyen zenét játszhatnék, akkor is nyomnák, de igyekszem azért olyat, hogy legyen megfelelő energia mindenki számára. Milyen zenéket szeretsz választani? Ezt leginkább a Réka mondja meg, vagy te választod? Most akkor elárulok egy titkot, nekem soha senki nem mondja meg, de a Réka igen. Tehát viccen kívül ő mindig kérdezi, kéri, hogy mit játszak. Tegnap például egy ilyen 10 számos rendelés leadott, miközben masszírozták, hogy ezeket mindenképpen szeretné hallani. És akkor hazamész, megmixel egy gyorsan, és akkor már kész is. Minden itt történik. Minden itt történik. Persze, hát persze. Akkor le a kalappal, várjál csak. Milyen érzés akkor élőbe improvizálni? Ezt csinálom 30 éve, nekem ez nem egy nagy meglepetés, tényleg ez van. Nincs összeállítva soha előre egyetlen szett sem. Szerintem pont most nem nagyon akarok szakmázni, hát ha azért érinti vagy érdekel az embereket, de a szórakoztatás az abból áll, hogy figyelsz az emberekre, és minden egyes pillanatban lereagálod azt, hogyha valami nem működik náluk, és változtatni kell. Ezért van az, hogy az ember minden egyes alkalommal újra, előről összerakja az egészet, nem előre, hanem ott a helyszínen. Szerintem most egy hatalmas titkot árultál el, mert szerintem az emberek legtöbbségében az van, hogy azért készül egy alapszettel, amit szépen összejátszik, és nem úgy, hogy na most az emberek nem ezt szeretik, úgyhogy most egy kicsit pörgősebbet nyomok. David Guetta, igen, ilyen meg a, de tényleg meg a nagy sztárok ezt csinálják, ugyanis a saját dalaikat játsszák a szettben, óriási szerzői jogdíjakat kapnak érte, ezért előre össze van rakva az egész másfél órás vagy két órás szettjük. Tehát náluk tényleg nincs improvizáció, de egy ilyen, azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy fesztiválon, egy David Guetta szintű embernél olyan vizuál van, és az összhangban kell legyen a zenével, hogy ezt előre meg kell koreografálni, tehát ott más a show-nak a jellege. Itt viszont improvizáció minden. Le a kalappal, köszönöm szépen a sok információt. Én is köszönöm, sziasztok! Hello.